Szeretettel köszöntelek benneteket! Ez a Téka. Ahogyan arról korábbi adásunkban beszámoltunk nektek, megújult a műsorszerkesztési elvünk. Így most már minden olyan hithez, valláshoz, erősebben vagy gyengébben, de azért kötődő, értékes eseményről is szeretnénk tájékoztatni titeket, ami a klasszikus egyházi programokon túl más módon segít elmélyíteni a hiteteket. Műsorunk célja, hogy Isten szeretetét többféle nézőpontból megmutassuk nektek, hiszen apostolok és tornacipőszentek hétköznapi emberként is lehetünk. Csaba testvér csodálatos kezdeményezése, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, mely nehéz helyzetben lévő és árva gyermekek számára nyújt otthont, családot, és készíti elő az utat a boldog, felnőtt korukhoz, Isten ölelésével. Az alapítvány fennállásának 25. jubileumi éve alkalmából az arénában egy szívet melengető koncertet szervezett Csaba testvér és a Nem adom fel alapítvány közösen. Most következő adásunkban a koncertből hallgathattok felvételeket és interjúkat. Fogadjátok szeretettel! Hogy érzitek ma magatokat? Hát nagyon jól. Mikor érkeztetek Budapestre? Hát a tegnap este. A szállás hogy van megoldva? Úgy tudom, hogy 500-an vagytok, akik érkeztetek ide, és családoknál vagytok elhelyezve. Mik a visszajelzések? Hogy fogadtak titeket a családok? Hát nekem nagyon tetszett. Kaptunk egy tiszta, szép gyerekszobát. Abba ketten vagyunk. És nagyon tetszik, mert kiszolgálnak, szépen beszélnek. Hát ennyi. Mi volt a mai programotok, mielőtt a koncertre érkeztetek volna? Hát... Városlátogatás, vagy parlamentben? Tudom, hogy a parlamentben is fogtok valamikor menni. Hát a parlamentben meghajókázni holnap fogunk menni. A családok, akik fogadtak titeket, mondtad, hogy ketten vagytok egy szobába? Uh-huh. És az alapítvány otthonába ott hányan vagytok? Hányan osztoztok egy szobán? Én nem az alapítvány otthonba vagyok. Nekünk van családunk, csak van családi probléma. Uh-huh. És akkor azért járunk fel, de mi rendesen megyünk haza onnan. Mit szerettek Csaba testvér közösségében? Miért jó vele lógni? Hát... kedves, meg megértő. Sokat szoktatok beszélgetni vele? Hát nem nagyon, de szoktam. Szoktunk. Mit jelent neked az, hogy valaki jó? Mitől jó egy ember? Hát... mit tesz téged boldoggá? Mert a jó ember az a másikat boldoggá tudja tenni. Az, hogy látom, hogy szeretnek. Tud szeretetet adni. Uh-huh. Igen. Csöndes, hangos, megértő, melyik inkább? Hát a csöndes. Ahol béke van, szeretet van. Mit fogsz ma itt csinálni? Látom, hogy sárga pólóban vagytok. Mire igen. Készültök? Igen, a Szent Ferenc Alapítványnak kell ilyen póló, hogy tudják, hogy kihez tartozunk. Hát ma fel fogunk lépni a színpadra. Táncol, énekel? Hát nem igen, hiszem, hogy mi táncolni fogunk, de énekelni igen. Nagyon sok sikert nektek, és találkozunk akkor a színpadon, várunk titeket szeretettel. Köszönjük szépen! Hello, szia, szeretettel köszöntelek a ma esti aréna koncertet megelőző, tulajdonképpen backstage-ben lévő felkészülés során. Hogy érzed magad?
Elég felfokozott állapotban vagyunk, egész nap öröktünk eddig, nem tudjuk, még kíváncsian várjuk a továbbiakat. Hogy telt a mai nap? Mi ugye 7 óra előtt kicsivel érkeztünk, ti mióta vagytok itt, és mivel töltöttétek a napot itt a helyszínen? Mi is 7 óra előtt érkeztünk, de mi viszont reggel 7 óra előtt érkeztünk. Délelőtti programot szerveztük, illetve az iskolásoknak is volt egy program. Iskolák is részt vettek egy ilyen másfél órás programon, amit leszerveztünk, helyeket beosztottunk, koordináltunk. Nagyon sok önkéntesünk jött el, 127-en, hogyha jól tudom a pontos számot, és az önkénteseinkkel koordináltuk a mai napot így egész végig. Ha valaki szeretne önkéntesként segítséget nyújtani a következő programra, akkor hol teheti meg, hogy tud jelentkezni hozzátok? Hát a Nem Adom Fel Alapítvány oldalán, illetve van nekünk egy Facebookos csoportunk, ahol a Nem Adom Fel Önkéntesek néven fut a csoport, ott tudnak jelentkezni hasonló önkéntes munkákra. A Nem Adom Fel Alapítványon keresztül a Nem Adom Feles programokra lehet, vagy Böjte Csaba programjaira is lehet jelentkezni, önkénteskedni? Leginkább Nem Adom Feles programokra, de mikor így együttműködünk Böjte Csabával, akkor természetesen ide is meg szoktuk hívni az önkénteseinket. Főleg egy ilyen nagy alkalommal, amikor ennyire látjátok, hogy ennyire rengeteg segítőre van szükség. Mit jelent számodra, ha valaki jó? Hát vizuális típus vagyok, és nem a saját arcképem ugrott be. De szerintem az a környezet, ami körülvesz éppen bennünket, és amiben jól érezzük magunkat. Milyen dal fog szólni ezen a hangszeren? Ezen a hangszeren majd a Szatmári népdalcsokor, a néptáncosokkal együtt a Rackába. Azt megkérdeztetem, hogy került kapcsolatba a Dévai Szent Ferenc alapítványa? Én régóta követője vagyok egyébként, igazából... Ezt most nem tudom, tehát Jézus Mária, nem tudom. Tehát Dévai Szent Ferenc, játszunk arra nagyon sokat egyébként. Személy szerint önnek mit jelent az, hogy jónak lenni jó? Szó szerint azt, amit akart, hogy jónak lenni jó, imádok. Én a magam részéről imádok. Tekintsük úgy, hogy jónak lenni, segítsünk, szeressünk, a többé meg nem számít. Sok erőt kívánunk hozzá, és nagyon várjuk a koncertet. Hát, hogy tudna érezni magát az ember egy ilyen nagy rendezvény előtt? Egyszer prédikáltam fent a Nyeregbe, egy nagy búcsum, hát ott vagy 400-500 ezer ember volt, hát az is nagyon izgalmas volt, de az mondjuk egy mise keretében, amit azért mi tudjuk, hogy kell csinálni, hát ez egy egészen más műfaj, úgyhogy izgulok. Szeretettel köszöntünk, itt vagyunk az arénába, a koncert felén vagyunk túl, szünet van, hogy érzed magad? Izgatottan, és várjuk, hogy mi lesz a délután, vagy a következő program. Azt megszokhattuk, hogy csodálatos előadásban hallunk nagyon-nagyon jó dalokat. Mennyi új dal készült most, vagy vannak-e most új dalok, amiket most hallhatunk először itt a koncerten? Én úgy tudom, hogy 3 új éneket szerzett a Barna erre a rendezvényre, de ezt majd ő tudja pontosabban megmondani. Az egész zenekarotok most itt volt a gospel kórusból teljes létszámmal, vagy hányan vagytok most itt jelen a zenekarban? Hát a kórusból körülbelül 25-en vagyunk itt jelen. Mit jelent ez számodra, ugye te vagy a lelke a zenekarnak, mennyit próbáltok? Ez a kórus igazából, a zenekar az külön másik csapat, és külön van a kórus. A kórusnak vagyok én a vezetője valójában, és hát nagyon szeretjük. Szeretünk énekelni, szeretjük kiénekelni magunkból a boldogságot, az örömöt, a bánatot, mindent, úgyhogy ez így mindig egy nagyon izgalmas dolog számunkra. Mennyit próbál a kórus ahhoz, hogy ilyen csodálatos hangzást tudjanak produkálni? Hát hetente 2-3 órát, minden héten. Az egészen sok. Szakály Zolit hallhattuk ugye a frontembereteket előadni. Hát elképesztően mozgatja az embereket és betölti a színpadot. Vele mióta dolgozol együtt? Én ővele külön órákat tartottam párat, tehát hogy nem sokat foglalkoztam. Mert hogy ő a zenekarnak a frontembere. A kórus az másképp működik. Annak szólistái vannak, minden éneknek más a szólistája. Ez más. Mire vagy a legbüszkébb a kórus életében? Hát 2 évvel ezelőtt, amikor a Nik Vujicic Magyarországon volt, arra voltam nagyon-nagyon büszke, hiszen akkor 3 kórussal együtt tudtunk énekelni, 120 fővel.
Mit adott neked az, hogy ezt a kórust, te nem adom fel gospel kórusát, tudod vezetni? Ugye nagyon érzékeny emberekkel dolgozol együtt, az ember lelkét ilyenkor ez megnyitja. Számodra mit jelent ez? Hát igazából mind a mellett, hogy megnyit, mind a mellett én nagyon anyáskodó típus vagyok, úgyhogy nagyon védem őket, de közben meg nagyon szigorú is vagyok velük, és nagyon következetesen próbálom őket vezetni. Úgyhogy igazából nem teszek különbséget azért, mert sérült vagy nem sérült, mert ugyanarra van szüksége mindenkinek. Hogyan jelentkezhet valaki a kórusba? Meghallgatás. Először meghallgatom, hogy tud-e énekelni, és hogyha tud énekelni, akkor tud-e csapatban énekelni, és akkor utána várjuk szeretettel. Egészségesek és fogyatékkal élőket is szeretettel vársz a kórusba? Így van, annyi a feltétel, hogy aki egészséges, az segítő. Tehát, hogy nem csak az a feladata, hogy énekel, hanem például a látássérülteket felsegíti, vagy hogyha rámpán kell felmenni a kerekesszékeseknek, akkor őket is felsegítik. Igazi csapatmunka, igazi érzékenyítés ez. Az alapítványnak, a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak ugye a 25. jubileumi ünnepsége van most. Hány éve van az együttműködés veletek a Nem adom felesekkel? Hát erre pontosan nem tudok információt adni, mert mióta én foglalkozok ezzel a kórussal, én inkább arra fókuszáltam, viszont őnekik már nagyon régóta vannak közös munkáik. Ahogy én tudom, évek óta járnak le Erdélybe is, és nagyon szeretik Bejte Csabát, úgyhogy én úgy tudom, hogy régóta, de nem tudok pontos információt erről. Úgy hallottam, hogy a kórus már volt Erdélyben egy körúton. Segíts nekem, hogy a kórus vagy a zenekar? A zenekar volt? Miért kell külön kezelni a zenekart és a kórust? A kórusban sokkal több személy énekel, és ott kifejezetten többféle stílusban, de főleg gospel stílusban énekelünk spirituálékat, vagy hogyha akár rock vagy pop stílusban énekelünk, akkor is több szólamban. Míg az együttes pár emberből áll, és sokkal könnyebben mozgatható. Tehát, hogy ez a lényege az egésznek, hogyha valamilyen körútra mennek, vagy turnéra mennek, akkor könnyen mozgathatóak legyenek. Mert azért 25 embert sokkal nehezebb szállítani, meg minden feladat sokkal nehezebb. Mik a tervek a következő néhány hónapra? Hát, nagyon készülünk adventre. És idén 5 éves ez a kórus, úgyhogy szeretnénk egy jubileumi koncertet is valamikor advent előtt még. Úgyhogy arra is készülünk, Egerben lesz egy fellépésünk, egy orvos találkozón, az is egy nagyon különleges dolog lesz, és hát december 3-án a Fogyatékkal Élők Világnapján is fogunk énekelni. Hol fogtok december 3-án énekelni? Hát minden évben a Nemzeti Színházban szokott fellépésünk lenni. Igazából akkor abban a gála est rendezvény sorozatban kapunk egy kis részt mi is, hogy fellépjünk a színpadon sztárokkal vagy hírességekkel. Nagyon sok erőt és sikert kívánunk neked ehhez. És még egy kérdés, az ugye most a ma estének a mottója, hogy jónak lenni jó. Mit jelent számodra ez a mottó? Igazából jót tenni az emberekkel boldogságot ad. Legalábbis én ezt élem meg, hogyha védhetem, óvhatom, vagy jót tehetek a csapatommal, akkor az engem is jó. Hogy mondjam, boldoggá tesz. Ezt tudom csak mondani erre. Nagyon szép végszó, köszönjük szépen az interjút, és nagyon sok jóságot neked az élethez és a munkádhoz. Nagyon szépen köszönöm nektek is, minden jót. Jaj, baj, itt vagyunk az arénában. Hogy érzed magad? Én nagyon jó, köszönöm szépen. Minden klappol. Énekeltetek meg korábban együtt Szakály Zolival? Hát nem énekeltem vele még korábban, de többször láttam már, hogy mit művel a színpadon. Nagyon jó hangulatot csinál. Bejte Csaba alapítványával, a Dévai Szent Ferenc alapítványal hogy kerültél kapcsolatba? Igazából a Barna kért fel, nem adom fel alapítványnak a zenekari vezetője, meg még nem tudom, remélem nem mondok hülyeséget, és ő kért fel. De én tudok a munkásságáról Csaba testvérnek, tehát anyácskám révén is, tehát ugye nagyon fontos dolgot csinál az életben, úgyhogy így kerültem be. Tudnál mondani egy saját élményt, amikor még anyácska mellett voltál? Mi volt, ami legtöbbet adott egy nevelőtől? Mi az egy csodálatos élmény, ami nagyon meghatározó volt számodra? Hát szerintem ehhez hasonló, ami most itt történik.
Tehát ha ránézünk a Csaba testvére, gyakorlatilag ugyanazt csinálja, amit anya itthon, csak kicsiben. Tehát ennyi. Mit jelent számodra a jóság, mikor azt mondjuk, hogy jónak lenni jó? Ki a jó? Mit csinál, aki jó? Hát szerintem, én nem így fogalmaznék, szerintem ha az a lényeg, hogy mi jók legyünk önmagunkhoz és másokhoz. És akkor az élet is jó lesz velünk, és mások is jók lesznek velünk. Maradjunk abban, hogy nagyon sok jót kívánunk neked mindenre, az életre, és köszönjük szépen az interjút. Én köszönöm. Sziasztok. Szia Zoli, itt vagyunk, véget ért a csodálatos koncertetek az arénán. Hogy érzed magad? Nem tudtam, akkor tanyáztam, mint a lelki szépi törpe. Köszönöm. Pataki Attila fölsegít. Ja. Mert a végén elestél, én azt hittem, hogy ez a sor része, és magadtól nem. Véletlen volt. De nagyon jól nézett ki mindenképpen. Milyen volt a színpadon újra, ekkora tömeg előtt? Én most úgy kezdtem, hogy örök hálám azoknak, akik elvittek minket is. Melyik dalt volt a legjobb énekelni a színpadon? Elekkalom állulni a tévének, hogy 20 éves lett, ha nem adtam fel! Hogy fogjátok ünnepelni? Hát, hogy nagyon köszönjük a köszönségnek, Olá Ipolyának, a Lepubliknak, Etta Műveknek, Plesse Kápónak, Kovács Ákosnak, Pinté Pélának, Ferenci Tődnek, a Szeretlek meg nem is előadójának, te a legfontosabb együttesnek a nem adom! Bárnek! Igen, annak. Az a mondtatok, hogy nem adom fel, illetve a ma estének az, hogy jónak lenni jó. Milyen vagy, amikor jó vagy, Zoli? Hát, nem tudtam, de én nagyon örültem is, és még hagyd mondjam, hogy nagyon köszönöm a közönségünknek, olyan nagy szeretetet kaptam délelőtt a iskolásokkal, nagyon jól megcsináltuk ispál, egész nap szenvedtem, csomol kölcsöm volt a Olajpolya még kicsit, le is itt vett a előadáson, azt mondta, hogy Zolikám, te vagy a királya, Pataki Attila meg átölelt, hogy ez a mai előadás, ez tényleg olyan, soha nem adtuk fel is, örökké élni fog a zene, hogy mindenkinek üdvözöljük, hogy nem adtam fel! Legyen ez a motto, nagyon sok jóságot és nagyon sok erőt mindenhez, Zoli. Jön a nem adtam fel 20 éves albuma is. Hol lesz kapható és mi lesz a címe? Hát nem lesz kapható, de hamarosan megjelenik rajta a Szeretlek című dallal! Hogy... Várjuk szeretettel a dalt és nagyon sok jóságot neked mindenhez. Köszönjük a koncertet! Tartsatok velünk jövő héten is, amikor folytatjuk a szeptember 13-ai arénában megrendezett koncertről készült összeállításunkat. Következő adásunkban interjút hallhattok többek között Pintér Bélával, Szikora Róberttel, a Republik frontemberével Boros Csabával, Kis Barnával és Pataki Attilával is. Ezt nem szabad kihagyni. Jövő héten találkozunk, Isten áldjon benneteket, sziasztok! Egyszer egy kis bárány gondolt egy nagyot, azt mondta magáról, én már elég nagy vagyok.